Benniért a mindössze 4 éves kisfiú felépüléséért szerveztek jótékonysági gyűjtést Iszka-Szentgyörgyön. Micsko Benjamin szülei társaságában érkezett Debrecenből. A kisfiúnál decemberben diagnosztizáltak egy nagyon súlyos izomsorvadásos betegséget, ami által 10 éves korára kerekesszékbe kerülhet, majd lélegeztetőgépre, és 26 év az átlag életkor ezeknél a gyerekeknél. Viszont a tavalyi évben az Amerikai Egyesült Államokban engedélyeztek egy génterápiát, ami nagyon lelassíthatja ezt az állapotromlást. Az USA-ban található Elevidis nevű génterápia jelenleg 4-5 éves kortól engedélyezett. Az ára rettentő magas, 1,3 milliárd forintba kerül az oltás, de sikerességét már több teszt bizonyítja. A terápiára eddig 300 millió forint érkezett a Mentsük meg Bennit alapítvány számlájára. A TikTokon találtuk egy felhívást, hogy mentsük meg Bennit. Ez egy 4 éves kisfiú, egy izgőmozgó, nagyon kis cuki kisfiú, és ő érte, jött össze ez a mai nap. A barátnőmmel, Beával hoztuk össze, teljesen civil kezdeményezés, mellénk át nagyon sok egyesület, sok civil itt van velünk, lovagolás, hajfonás, rajzverseny volt, illetve fellépők is érkeznek folyamatosan, és egész nap, éjjel 3-ig fog tartani a rendezvényünk. A ritka betegséggel küzdő kisfiú gyógyulásához még sok jó szándékú ember támogatására van szükség.